Míg a Szilágyi Erzsébet gimnázium aulájában zavartalanul zajlik az élet, addig az épület egy másik részében nagy csend honol. Itt ugyanis azok a diákok gyűltek össze, akik emelt szintű szóbeli érettségi vizsgát tesznek valamelyik tantárgyból. A legtöbben izgatottan várják, hogy beléphessenek a tanterem ajtaján. A várakozók nagy része bízik a szerencsés tétel húzásban is. Történelemből jöttem szóbelizni, nem sokat készültem, de reménykedek a legjobban, és egy földrajzi felfedezéseket szeretnék húzni. Egerben a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem középiskolája, valamint a Szilágyi Erzsébet ad helyet az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgáknak. A Szilágyi Gimnáziumban mai napon megkezdődtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák, de ez azt jelenti, hogy mi helyet adunk a kormányhivatal által szervezett érettséginek. Konkrétan 150 diák fog a következő 5 napban, mától szombatig, illetve hétfőn különböző tantárgyakból, 5 tantárgyból bizottságokban, különböző bizottságokban vizsgázni. A Szilágyi Gimnázium tanulói egyébként jól teljesítettek az írásbeli érettségi vizsgán, amelynek eredményeit már megtekinthették, így nyugodtabban készülhettek a szóbeli megmérettetésre.